טוב, אנחנו נתחיל עכשיו שיעור מספר 2. Tehát akkor kezdjük a kettes leckével, mondja Rav Lajtman. Én mondtam már, hogy az alapokról fogunk beszélni, amelyekre alapozzuk a közösségünket. Beszéltünk már a két előző leckénken arról, hogy a munkánknak a lényege az, hogy kifejezzük, hogy megtaláljuk még magasztosabb módon a valóságnak a magasabb rendű összetevőit. Ugye tegnap adtam egy példát is erre, hogy mennyire nem érzi az ásványi létezés, a növényi, a többi szintet, tehát nyilván az ásványi nem érzi még a növényit se, az állatok pedig nem érzékelik az embernek a belső működését. Azonban nyilván sok millió éven keresztül az állat kifejlesztette egy új érzékenységet, ahogy az írva van Ari idejéből, a nagy kabalista idejéből, hogy mi, amikor megérkeztünk, a majom közvetlen következményeképp, ugye ezt Darwin leírta, mi a különbség az összes létező teremtmény között, hogy a minden egyes teremtmény érzi a környezetét, és ilyen módon kell viselkednie. Hát nyilván látjuk, hogy az állati szintek, és az, hogy működnek, és amit a kabbalisták felfedeztek, hogy minden létezett, egy csomó dolog létezik körülöttünk, az összes magasabb rendű összefüggés, csak nem tudjuk felismerni ezeket. Nincs érzékelésünk ehhez, mivel nincsenek edényeink hozzá, nincsenek érzékenységünk ehhez. Ahogy a rádióhullámok egy részét sem érzékeljük, nyilvánvalóan ezért kénytelenek voltunk egy adóvevő készüléket kiépíteni, hogy ezeket fogni tudjuk. Azonban, hogyha mi arról a valóságérzékelésről beszélünk, amiről szó van, a magasabb szintekről, a felső világokról, nyilvánvalóan nem tudunk kiépíteni itt egy mesterséges eszközöket, hanem sokkal inkább nekünk kell fejlődni, úgy, ahogy egy kutyából vagy a macskából majom lett, a majomból pedig előbb-utóbb ember, ugyanígy kell továbbfejleszteni magunkat, hogy az emberből valóban új érzékszervek megjelenésével egy újfajta lény váljon. Hogy tudjuk ezt megtenni? A kabbalisták elmondják nekünk ezt is, hogy ennek a módszere a fényen keresztül lehetséges, ami befolyásol bennünket, ami egy különleges erőt bocsájt ránk, a természetnek a felső erejét, amelynek segítségével az evolúció mélységei megjelennek, és mi vagyunk azok, akik pontosan ebben a különleges helyzetben növelni tudjuk ezt a ránk ereszkedő erőt, és fel tudjuk gyorsítani a fejlődésünket. Az emberiség megtette ezt, és el kell érnünk egy állapotot, amelyben feltárható ez az elrejtett valóság, elem, és a kabbalisták azt is elmondják, hogy ezt hogy kell megtenni. Ez a kabbala bölcsessége, hogy hogyan tudok eljutni az elrejtett világok feltárulásához. És nyilvánvalóan ők azt is elmondják, hogy ez kizárólag azáltal lehetséges, hogyha összekapcsolódunk egymással, mivel ezen a módon egy új integrált edényt hozunk létre, egy közös klit. És ez egy teljesen más edény. Ugye mi most az egoista edényeinkben vagyunk. És egy edényre van szükségünk annak érdekében, hogy feltárjuk, hogy érezzük a felső világokat, a külső világon túlmenő, amit érzékelünk, hogy ki legyünk képesek egy ellentétes edényt is kifejleszteni. Ne csak növeljük
a valóság érzékelésnek az erejét, amiben most benne vagyunk, hanem sokkal inkább az adakozás erejét legyünk képesek kiterjeszteni az egész világra. És ez azon a feladaton keresztül hajtható végre, amelyet egymás között kell végrehajtanunk. Így kell megpróbálni minden körülmények között összekapcsolódnunk egymással, és eznek a segítségével, amit tanulunk a Kabbala bölcsességében, és mindezek mellett látnunk kell, hogy valójában önmagunk által képtelenek vagyunk bármit végrehajtani, mivel meg kell próbálnunk összekapcsolódni. Tehát el kell kezdenünk érezni az ellentétességet, hogy valóban milyen távolságra vagyunk egymástól. És nem is akarunk közelebb lenni, ez egyszerűen nem igaz, hogy erre vágyunk. Azonban azzal a ténnyel, hogy a Kabbala bölcsességét tanuljuk, elkezdjük tudni olvasni és megérteni azt, hogy a felső világok eléréséhez mi szükséges, és ehhez a kapcsolatban megszülető edények szükségesek, és akkor elkezdhetünk valóban a teremtő felé fordulni az edényben, amikor már nem akarunk semmit önmagunknak, hanem a kapcsolatunkat kizárólag a gonosz feltárulására használjuk, ami mi magunk vagyunk, a megszerzésünk megismerésére, ahol érezni kell, hogy milyen távolságra visz egymástól bennünket a kapni akarásunk. És emellett valóban mi messzire kerülünk, egymástól, de nem is tudjuk, hogy mennyire, milyen mértékben, milyen érzéki különbözetek jelennek meg minden mellett. És most pedig már érezhetjük a felső fény miatt, a reformáló fény megjelenése miatt, mert az befolyásol bennünket, és egy olyanfajta érzékelést ad nekünk, ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy még közelebb kerülnénk egymáshoz és a felső világhoz, az adakozás erejéhez, a kapcsolat erejéhez, hogy érezzük a spirituális felső világokat, ehelyett éppen ellenkezőleg mi egy rosszabb helyzetbe kerülünk, rosszabb helyzetbe, mint az utcai ember. És ez azt okozza, hogy mi valóban fel tudunk sírni a munkában, amit a világért és a teremtőért próbálunk meg végezni, mert felismerjük, hogy az ego, amely távol tart bennünket, nincs más lehetőségünk. Nekünk egyszerűen külső erőhöz kell fordulnunk, egy külső erőre van szükségünk, amely megragad bennünket, és összenyom bennünket egy eddig ismeretlen szintjén a kapcsolatnak. És amikor eljutunk ehhez a kapcsolathoz, mondja Rav, akkor ebben a kapcsolatban, különösen ebben a belső kapcsolatban, egymás között, nem mindegyikünkben, mindegyikünk között, elkezdjük érezni a felső világot és a felső erőt. Ezért az edény, amelyet érzékelhetünk, amelyben érzékeljük a spirituális világot, a felső erőt, egy végtelen módon, ez az edény, az a köztünk lévő kapcsolatban jön létre, ez kizárólag azzal a feltétellel létezik, hogy mi összekapcsolódunk. És amilyen mértékben mi egymás között összekapcsolódunk, egyre jobban és jobban, elkezdjük érezni egyre és jobban és jobban a felső világot, a felső erőt. És az az edény, mondja Rav, amelyet mi együtt építünk ki, ezt hívjuk az adakozás edényének. Mert összekorunk lenni kapcsolódva egymással, és mindannyian valóban fontosságot tulajdonítunk egymásnak, akik ehhez az edényhez kapcsolódnak, mivel ez a felső világok természete. És azzal a feltétellel, hogy mi valóban el akarunk ide jutni, hogy készen állunk erre,
Nem csak, hogy készen állunk, hanem valóban minden erő porcikánkkal akarjuk. A felső fény elkezd rajtunk működni, a reformáló fény, és végrehajtja ezt a cselekedetet a számunkra. Összekapcsol bennünket, összeforraszt bennünket. És az, hogy mi valóban kapcsolódjunk, az embernek nincs ilyen vágya, hanem sokkal inkább, amikor az ember egy közösségben van, és ez a közösség, ez megpróbál úgy cselekedni, hogy a kapcsolat mindenek előtt, és valóban úgy cselekszünk, hogy ugyan nincs kedvünk összekapcsolódni egymással, de mégis. És akkor rögtön kiderül, hogy az ember mennyire akarja valójában a többieket, hogy valóban mennyire vágyódunk a kapcsolatra, és ez az, hogy képesek legyünk másoknak ezt az erőt megmutatni, a kapcsolatnak az elejét. Hogy elkezdjük itt egymást a csoporton belül irigyelni, hogy valaki tényleg meg tudja ezt tenni. Ez az irigység viszi oda az embereket, hogy mindenki el akar élni. Ezen a cselekedeten keresztül átadjuk a kapcsolatnak és a szeretetnek a vírusát az emberi szíveknek. És elkezdhetünk játszani ezzel egyre jobban. Látni, ez egy játék. De ezen a játékon keresztül felhívjuk magunk a reformáló fény, a felső fény, a korrekciónak az erejét, és az létrehoz bennünk egy változást. Nem csak bennünk, az egész világon, minden emberben, csak bennünk nagyon lassan. Mivel mi azonban magunk által ébredtünk fel, felgyorsítjuk a saját fejlődésünket, gyorsabbá tesszük mindenki másnál. Ezért mondták a kabbalisták, hogy akkor kell eljutni a felső világok érzékeléséhez, amikor az egész emberiség már készen áll arra, hogy ezt az érzékelést átadjuk neki. Ezért a mi oldalunkról fel kell építenünk egymást egy kölcsönös módon. El kell jutnunk a felső világokhoz. És látnunk kell, hogy milyen törvények vannak a csoportjainkban, hogy hogyan kell egymást segíteni, hogyan tudjuk megadni egymásnak a spirituális cél fontosságát, azáltal, hogy mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, és hogy mindannyian befolyásoljuk egymást, adakozunk egymásnak, szeretjük egymást, fölémelkedünk az egónknak és az elutasításnak, a kölcsönös elutasításnak, ami átölel bennünket. És pontosan azáltal, hogy minél jobban előre haladunk, annál jobban egoistákká is válunk. Nem törődünk a barátokkal. Nem akarunk velük együtt lenni, nem. Magunkat akarjuk érezni és kitölteni. És pontosan azáltal, hogy ezt érezzük, és fölémelkedünk az egónknak, annak a szabálynak megfelelően, hogy a bűn lefed minden, a szeretet lefed minden bűnt, és hogy minden bűn fölé tudunk emelkedni, a kölcsönös gyűlölet fölé emelkedve, mi meg kell, hogy amennyire csak lehetséges, meg kell próbálnunk eljátszani ezt a kapcsolatot egymás között, és minél nagyobb a szakadék, a gyűlölet és a játék által elért kapcsolat között,
Ez egy intenzitást ad, amivel felébredjük a reformáló fényt, és annál erőtesebb fény dolgozik rajtunk, ez a kabbala módszernek lényege, és ez valóban elvisz bennünket a valódi kapcsolat erejéhez. Mert azzal, hogy eljátszuk a kapcsolatot, a vágyunkat mutatjuk ki erre. Ez az imánk. Ezért azt a kabbalisták leírták, hogy milyen szabályok vannak, hogy kell a csoportban viselkedni. A legtöbbet erről az én szent tanárom, Rav Baluk Aslag, Rabas tanított nekünk, és az ő cikkeiből megérthetjük, megtanulhatjuk a spirituális viselkedés szabályait egy csoportban, és ezen keresztül pedig kiépíthetjük a csoportjainkat. A felső erő erre vár. Ezek nem olyan szabályok, amelyeket úgy kell elfogadni, amit a mennyekből ránk adtak, és akkor nekünk ezt be kell tartani. Nem, a kabbala bölcsessége egy nagyon is logikus módon felépített rendszer, ahogy az Balaszolám is leírta a számunkra. Ez egy tudományos tanulási lehetőséget biztosít, amely racionális, mint egy laboratóriumban meg tudjuk vizsgálni a saját magunkon történő változásokat, ott tudjuk tanulmányozni, mi történik köztünk, a csoportjaink között, összegezhetjük őket, és következtetéseket vonhatunk le olyan módon, hogy folyamatosan előre haladhatunk, mint egy tudós. Azoknak a szabályoknak a mentén, amelyek ilyen módon feltárulnak, ahogy mondja a Tóra, a bíra nem láthat más, mint amit a szeme biztosít neki. Tehát nekünk csak annak megfelelően kell előre haladni, amit magunk számára logikusan tudunk bizonyítani. Tehát nem a vak hit kell, hogy előre rángasson bennünket. Ezért a módszert úgy hívjuk, hogy a kabbala módszere. A kabbala bölcsessége, a megszerzés bölcsessége. Ezt nagyon röviden összefoglaltam mindazt, amit mondani akartam. Azt kérték, hogy rövidítsem le azt, amit mondani akartam, mert nagyon sok kérdés bukkant fel, amit szeretnétek nekem feltenni, mondja Rav. Tegnap is azt éreztem, hogy nem volt megfelelően elegendő idő arra, hogy kérdezzetek. Ezért most felteszem a kérdést, hogy kérdezzünk a csoportokról. A témáról kérdezzetek, mondja Rav. Tehát látszólag mi ugye folytatjuk azért azt, amit tegnap elkezdtünk, tehát nincs semmi különleges ebben, de erről kérdezzetek. Tegyétek fel a kezeteket, aki kérdezni akar, mondja dr. Lajkman. Itt a hölgy, aki kérdez, az első. Tehát nekem van egy kérdésem. Amikor még csoportban dolgozunk együtt, a teremtő el van rejtve, és ha a barát nem akar elnullázni önmagát, kicsit bonyolultan kapjuk a fordítást, és akkor a teremtő el van rejtve, tehát amikor a workshopolunk, és akkor a barát nem akarja magát lenullázni, megismételték. Igen, el van rejtve, mondja Rav. Kicsit áttételesen érkezik ez. Mit tudunk tenni akkor mégis, hogy... Igen, értem. Ez egy probléma, mondja Rav. Kicsit bonyolultan kaptuk a kérdést, hogy először lefordítják spanyolról héberre, és aztán még áttételes fordítást kapunk. Tehát, hogyha nem nullázzuk le magunkat, akkor nem tudunk feltárni semmit, hiszen tehát valójában ez egy belső, nagyon kifinomult elutasítás, amiről a hölgy beszél. Ezért nem lesz igazán erő, hogy bármit tegyünk. Tehát én mindenkire ránézek, és azt látom, hogy benyomásokat kapunk ugyan egymástól, de én magam is el akarok utasítani mindent, ugye? És akkor a csoport részekre esik, ez egy ismert jelenség sajnos, és ugye amikor először összegyűltünk, akkor kaptunk egy kisgyerekek felébresztés felülről,
Tehát egy hatalmas vágyunk van, hogy rohangáljunk, hogy mindenféle cselekedeteket tegyünk együtt. Tehát tele vagyunk energiával, ugye amikor a csoport elkezdődik. Ez egy erőt ad nekünk, amit a természet nevében kapunk meg. A természet fejleszti ki bennünk ezt. Aztán pedig, ahogy növekszünk, feltárul a számunkra az, hogy mit, miért rohanunk, hogy kell rohangálnunk, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami nem. És ez van a mi fejlődésünkkel a csoportban is. Tehát el kell jussunk a csoporthoz, mindenféle erőket kell megragadnunk, új vágyakat fejlesztünk ki, és aztán egyszer csak mi történik? Hirtelen eltűnik az erő, nincs már többé felemelkedés, hanem azt érezzük, hogy már hiába vagyunk többen, magunkban akarjuk ezt a dolgot megoldani. Hogy mennyire fontos a számunkra a spiritualitás, ez már nem érdekes. Tehát én egyedül sehova nem tudok jutni, ez egy hazugság. Mások irányában sem tudok igazából cselekedni. Ez egy valódi cselekedet. És amennyire fölé tudok mindennek emelkedni annak érdekében, tehát ez adja meg nekünk azt, hogy mit kell tenni, mivel ezáltal mutatjuk meg másoknak, hogy milyen nagyszerűek. És így haladunk előre. De ha nem támogatjuk egymást, ha nem segítünk egymásnak, ha nem így cselekszünk, nem érezzük a nagyszerűségét, a fontosságát a csoportnak, semmi nem fog segíteni, ez a csoport szétesik, és semmi nem marad belőle. Nekünk ezt egy nagyon kifinomult módon kell felmutatni mindenkinek, hogy valóban azt fejezze ki minden cselekedetünk a felső világ irányába, azt a szellemiséget, hogy mindannyian olyan módon láthassuk mindezt, hogy valóban ez a csalódottság mellett is mi képesek legyünk a kapni akaráson túllépni. És valóban elérjük azt két szinten a túlemelkedés mindezen, hogy valóban elkezdhetjük érezni a spiritualitást, hogy ezt próbáljuk meg minden körülmények között megtenni. Mert enélkül nincs csoport, és nem is leszünk képesek megtartani azt. Azt is meg kell, hogy értsük, hogy minden barát, aki nem ébred fel a csoportban, és nem kezd cselekedni a cél nagyszerűségének az irányába, aki nem ért, aki úgy gondolja, hogy ő nagy, és nem érzi, hogy többeket kéne felébreszteni, és azt se érti meg, hogy igazából a jövőben majd csak a többieken keresztül ébredhet ő is rá a magasabb szintekre, és látni kell, hogy az embernek irigyelni kell mindazokat, akik fel vannak ébredve, és ez az irigység viszel engem az egómon keresztül. Így tudom az egómat felhasználni, minden egyes barát így tud játszani, hogy a többieket segítse a felébredésben, mivel ilyen módon felébreszthetünk mindenkit. Mind a nőket, mind a férfiakat. Ez az első feltétele a csoport létezésének.
Azaz mondja Rav, az első szabály a csoporton belül, hogy mindenkinek azt kell felmutatnia, hogy a cél fontos, és hogy van erőnk, energiánk, és hogy így haladunk előre, hogy így érezzük a belső megelégedettséget, és így fordulunk mások irányába. Ez a csoport első törvénye. Ez a legfontosabb dolog. Mikrofon. No, ma unká hajamod? A mikrofon keresgélik. Következő kérdés. Mi a feltétele milyen fajta munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy valóban ezt létrehozzuk ezt a kapcsolatot, és egy fejlettebb szinten a munkát tudjuk végezni. Tehát mik a feltételei a létrán való haladásnak, akár ezen a kongresszuson is. Nem tudom, mire gondolsz feltétel mellett, mondja Rav. Ha nekünk helyesen kell cselekedni, és folyamatosan az élet szellemiségét kell a közösségben szem előtt tartani, és ezáltal mi felébresztjük a reformáló fényt, és az előre visz bennünket. Ugye, hogy jutunk el a macskától a majmon keresztül az emberi? Ugyanezt kell továbbfejleszteni. Ez egy spirituális evolúciós lépés, ami előttünk áll. Így tudjunk ezt tudjuk az új érzéseket, az új benyomásokat, az új megértést kifejleszteni magunkban. Ez az, amelyre haladunk. És én azt mondom neked, hogy ezt én így tapasztaltam meg. Honnan tudhatom, hogy ez így van, mondja Rav? Írva van a könyvekben. Ugye ugyanezt a könyveket olvasod, amit én. De ezen a bölcsesség maga nem fog segíteni meg a bölcselkedésen, hanem végső soron a kapcsolat a többiekkel, az emberekkel, annak érdekében, hogy egy erőt teremtsünk egymás között, mutatja a ravok kezével, egymás között, mondjuk 10 ember között, azaz létrehozzunk a hálózatát a helyes kapcsolatnak köztünk, és ezáltal elkezdjük tudni érezni a felső világot, amely maga ez a hálózat. Ez a hálózat az, amit nekünk ki kell építeni, és keresnünk kell. Ezt kell megteremtenünk. Ennyi. És ez ugye a 10 fickótól függ, a 10 baráttól, aki benn van a 10-es körben. Ugye helyes kapcsolatban kell lenniük egymással, többé-kevésbé magyarok, amely alkalmas az első szint elérésére, tehát a spirituális világ első szintjének a felismerésére, vagy az első szinten a spirituális világ felismerésére, és ilyen módon meg kell próbálnunk előre haladni afelé az állapot felé, annak az állapotnak az irányába, amit létrának neveztek, és akkor elkezdtek érezni, hogy ez hogy történik, és ez úgy történik, hogy így érzitek a spiritualitást. Tehát minden a ti kezetekben van, mondja Rav, amilyen mértékben ti képesek vagytok biztosítani, hogy ez megtörténik, hiszen magától soha nem fog megtörténni. Nektek kell mindig megtenni, hogy ez megtörténjen. Nyilván nem nyom benneteket senki ebbe az irányba. Nektek valóban egy olyan fajta fejlődés kell megtenetek, ami felgyorsításnak neveztetik, tehát magatokat olyan állapotba kell vinni, amely egy jó kapcsolatot biztosít köztetek, és hogyha nem teszitek ezt meg, nem helyesen teszitek meg, akkor és nem az emberiséggel haladtok előre, a csapásokon keresztül is, akkor és nem kapcsoljátok össze magatokat helyesen a többiekkel, akkor nem is fogjátok ezt megérezni. És egyébként pedig visszacsúsztok a saját időben történő fejlődésbe, a beítóba. Rav. Jó napot, Rav. Tehát úgy tekintünk erre, mint egy... mintha az...
Tehát az, hogy az egónk okozza csalódások, amiket felfedezünk, de úgy tekintünk rá, mint egy jóságos atyára, aki megpróbálja elmagyarázni, mit csináljunk. Tehát nyilvánvalóan a csalódottság, amit érzünk az egónk miatt, viszont lerombol bennünket. Hogyan tudunk mi fölémelkedni mindennek? Ahelyett, hogy állandóan a barátok ellenében tennénk valamit, valóban képesek legyünk együtt elérni valamit. Ani lo yoda ma lagid. Zo avuda. Én nem tudom, hogy erre mit mondjak. A munka, ez egy általános problémája a léleknek, mondja Rav, hogy ezért vagyunk egy olyan fajta szabályzás alatt, hogy valóban érezzük, hogy mi az ego, a kapnakarásunkon belül már érezzük ezt, erőteljesen. Mint ha benne lenne a zsebembe, mondja Rav. Itt van a pénz, az örömek, a bánatok, minden szépen el van rendezve bennem, de valami mégis hiányzik. De most, azt is látnunk kell, hogy a zsebünkben van az egónk is, és az egó az, amelyik állandóan a kezünkbe kerül, mint használati eszköz. És a spirituális világok eléréséhez az egó csak egy korlátos módon használható. Tehát nem törődök semmivel, amit van. Tehát ugye a spirituális világ magasabb rendű, mint ez a világ, sokkal magasztosabb, és nem lehet más, csak csalódottságot érezni, hiszen a spirituális világnak semmi köze nincs ez a világhoz. Ezért semmi nem fog nekünk segíteni, mondja Rav Lightman, ha nem kapunk benyomásokat a környezetünktől, a spirituális világ irányából, akkor semmi nem fog segíteni. Ezért válaszolom a következőt írja. Senki nem tudja felemelni magát a saját köre fölé, ezért az embernek a környezettől kell elszívni az energiát, és a Tórát és a parancsolatok végrehajtása során együtt kell tanulni a többiekkel, és ezért, ha valaki egy jó környezetet választ magának, azaz olyan környezet, amely valóban állandóan a spiritás felé viszi őt, azaz egy olyan környezet, amely vágyódást ad, energiát ad, fontosságot ad valamire, amit az ember egyedül nem tudna elérni, hogy az ember mennyi időt és energiát takarít meg, amikor az ember erőt kap a környezetétől. Tehát az ember csak a környezet segítségével érte el a spirituális világot. Ha tehát ti egy erős és jól felépített környezetet tudtok elérni, akkor előálltok. Tehát nekem nagyon sokfajta csoport van a világon, nagyon sokfajta környezet. Még az én csoportom is tehát nekünk a leckén, ugye, amit Petah Tikvából adunk egymásnak, akkor lehet, hogy én a New York-kal kapcsolódok, vagy Moszkvával kapcsolódok, vagy bárki mással. Tehát valamit meg kell tartanunk. Tehát van egy csoport 20-30 ember, vagy akár 10. Tehát minden egyes alkalommal tudjuk, hogy emberek
akár a hétköznapi életben is felelősek bizonyos feladatokért, és bizonyos ember pedig a hangulatért felelősek, hogy a csoportban olyan hangulat legyen, ami szükséges. Tehát akkor, ha megnézitek például itt a kongresszuson, kik azok, akik feladatot látnak el a konyhában, vagy bárhol máshol, és kik azok, akik pedig azért felelősek, hogy jó legyen a hangulat a teremben. Na, hányan érzik magukat felelősnek azért, hogy a többiek jól érezzék magukat? Sokan. Oké, mondja rá. Tehát mindenki a többieknek akar jó hangulatot adni. Azok az emberek, akik felemelték a kezüket, ők felelősek, mondja rá. Tehát mindenkinek érezni kell a fontosságot a kongresszuson. És nekem látni kell, hogy nyerhetjük el a fejlődést, hogy nyerhetjük el a kapcsolatot egymás között, hogy ébredhessük fel a felső világnak az érzékelés, hogy kerültünk közel egymáshoz, és a felső világokhoz, csak nem érezzük még ezt. Mert a felső világokhoz úgy kerültünk közel, ha egymáshoz kerülünk közel. Mennyire vagyunk mi képesek megmutatni egymásnak, hogy készen állok erre. Világos, mondja rá? Na, ezen a módon kell cselekedni. Ezt lássam tőletek itt a kongresszuson. Másik kérdés. Hello, Rab. Az én kérdésem, hogyan tudjuk elérni ezen a kongresszuson a kőszívnek a felismerését, hogy hol van az a pont. Hogy valóban ebből a kőszívből mi hússzívet tudjunk csinálni. Nekünk folyamatosan azt kell érezni, mondja rá, mintha egy kötél lenne a nyakamon, amely megfojtana engem, amely egyetlen hatalmas kő van rajta a nyakamon, amely a tengerbe akar rántani engem, a mélységbe, és ugyanakkor viszont a kötélen van egy másik dolog is, egy lubbalom, ami pedig felemel engem. És nekünk nem szabad elfeledkezni arról, mondja Rav, hogy a teher, amit mi megkapunk, ami a lángoló vágy, amikor mi valóban a vágyainkat használnunk, amikor a vágyainkat használnunk kell, amikor el kell köteleződnünk a vágynak, a fontosságnak, akkor valóban az a legfontosabb, hogy a barátoknak köteleződjünk el, a spiritualitásnak köteleződjünk el. És ez egy játék felülről, és egy céllal lett ez megadva nekünk, hogy a kő és a ballon játszik velünk, hogy kifejlesszük a spiritualitásra irányuló fontosságunkat. Mégpedig úgy, hogy ami már nem az egónktól, hanem a közösségtől függ. És ezért az embernek soha nem adnak olyan nehézséget, ami nem tud túllépni. Nincs olyan nehézség, amit nem tud legyőzni. Ez pontosan ki van számolni. Mindenki, aki zuhan, ez egy jele annak, hogy a csoporttól nem kapott segítséget. A zuhanó az nem önmagát méri meg, a többieket. A többieket méri meg a zuhanó ember. Mivel minden attól függ, hogy az ember hogy látja a többieket. Elutasíthatja, láthatja őket nagynak, elfogadja őket, mint nagy, még akkor is, ha ő egyébként kicsik. Az ember láthatja magát kicsinek, ez az ember döntésétől függ. Ezért, hogy ne zuhanjunk le a kőszív mélyére, a kongresszus alatt, nem is kell erre gondolni, mondja rá, hanem itt és most arra van szükség, hogy egy erős kapcsolatot hozzunk létre egymás között, hogy valóban ez állandóan növekedjen,
és hogy azt tudjuk megtanulni, hogy hogyan kell összekapcsolódnunk egymás között, és hogyan lehet az, hogy impressionáljuk egymást. Tehát az ember ne kezdjen el zuhanni. Tehát soha nem kell a rosszra gondolni, a zuhanásra gondolni. Csak akkor lehet elérni a spiritualitást. Tehát ez egy egyszerű dolog, hogyha az ember erőfeszítést tesz. No. Mishu, no ten mikrofon mi Mishu. Hay muchos amigos que han sido, son muy grandes amigos. Rav, nagyon sok barát van, óriások, akik évek óta velünk vannak. Jönnek, eltűnnek, eljönnek a kongresszus, aztán eltűnnek. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ők állandóan velünk legyenek? Milyen tanácsot tudna adni nekünk és neki, hogy ők valóban csatlakozzanak csoportokhoz? Mert ilyen módon egész más befolyást tudnának adni, és kapni a csoportnak és a csoporttól. Rav. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok helyen megtörténik az egész világon. Nem csak Mexikóban. Mi tudunk tenni? Csak a kollektív felébresztés segíthet, mert mindenki a másikra kell, hogy koncentráljon. Aggódnod kell, szeretned kell, hogy ő bennmaradjon. Ez az erős elkötelezettség, amivel meg tudod fogni őt, ami mindenkit előre vihet. Ha azt érzi a másik, hogy te halsz meg ő nélküle. Minden nap én leckét adok az egész világnak, kamala leckét, lefordítják, csodálatosan több nyelvre, spanyolra is, természetesen, és magyarra is, csak mondom, és én nagyon sok visszajelzést kapok a spanyolul beszélő barátoktól, akik valóban erőteljesen kötődnek a leckéhez, és ezen keresztül az abból áradó fényhez, és azt is látom, hogy ők haladnak előre. Azonban mindemellett van egy csomó elveszettnek tekinthető ember, akik nem kapcsolódnak a leckéhez, még akkor sem, ha meghallgatják. Nincsen csoportjuk. Eljönnek alkalmanként valami fajta eseményekre, egyszer-egyszer. Mit ad nekik mindez? Nézd, mondja rá. Ez ad valamit, az ember érezhet valamit, hogy mégiscsak kapcsolódik, azonban, de ebben nincs valódi spirituális előrehaladás. Mivel az ember nem épít edényt. És ezért, mondja rá, mit mondhatnék én? Ez jó ezeknek az embereknek, valamilyen örömet ad, azonban hiányzik az atmoszféra, amit egy erős csoport tud megadni, és ezek az emberek segíthetnének a csoportnak erősebbé válni. Hogy, tehát nyilvánvalóan a mexikói csoport pedig segíthetne nekik előre haladni, hogy az általános szellemisége felemelkedjen a mexikói csoportnak. Azonban ők önmagukban, egyedül, azzal a módszerrel, ahogy ők próbálnak előre jutni, haladnak ám, de hiányzik az a kollektív szellemiség, amely megragadhatná őket. És ezért az igazi spirituális elérés nem fog megtörténni, hogy nem integrálódnak egymásba. Én azt gondolom, mondja rá, hogy nektek kell megpróbálni hogy legalább egyszer egy hónapban, vagy két hónapban, vagy három hónapban egyfajta eseményt szervezzetek, ahol eljönnek az emberek. Mondjuk Guadalajarába, vagy Mexikóvárosba,
milyen nagyvárosok vannak még itt, kérdezi Rav Gil Kedemtől, aki egyébként Izraelben lakik. Tehát van itt még egy néhány nagyváros, egyébként Mexikó tényleg volt. Tehát ezek azok, ahol összegyűjtünk mindent egyszer egy hónapban. És ezen a módon valami fajta kapcsolatra lépnek egymással, és ez segít. Ezzel a moreseli amikor az én tanárommal voltam, és ott volt egy kaja, egy szuda, ugye, tehát lecke és kaja együtt, egyszer egy hónapban, az a hónap elején volt, a hónap fejénél, ugye, és sok ember eljött támogatni, és nem is láttam a leckén. Én azt mondom nektek, hogy csináltak egy olyan ilyet. Áldjátok meg együtt a hónapot. Buenos días. Raf, si yo me conecto, como usted dice, con otros grupos que no están cerca de mí, porque a mi grupo cercano lo veo como corrupto. Raf, hogyha én kapcsolódok más csoportokhoz, amik nincsenek hozzám közel, tehát én látok egy csomó helyet, ami törött, mit tegyek én annak érdekében, hogy a távoli csoportokhoz kapcsolatot tudjak, és ha látom is őket, hogy töröttek, de mégis akkor dolgozzak velük úgy, hogy nem töröttek, hát igazoljam őket minden körülmények között, hogy hol van az a pont, kérdezi a hölgy, ahol lehetséges igazolni a barátot, de olyan módon is, hogy elmondom meg, hogy törött vagy. Tehát, hogy jó, mit lehet tenni? A csoport mondja rá, azt hívjuk csoportnak, akik a leckékhez kapcsolódnak, akik képesek a kabalát tanulni. Aki nem tanul kabalát, nem csoport. Tehát legalább részben tanulnia kell, ami azt jelenti, hogy néha részt vesz a kabala leckén direktben, de minden nap meghallgatja. Ugyanis nincs más helyed, ahonnan erőt merítesz, csak abból a több ezer emberből, aki a leckén összekapcsolódik. Hát honnan kapsz erőt, ha nem tőlük? Ez nem csak arról szól, hogy a lecke maga miről szól, hanem azért, mert ugyanakkor egy időben, 24 órán belül körbeszáguld a földön a fény, amit a csoportok nyitnak ki, akik ugyanarra figyelnek, kinyitják a szívüket, több ezer ember. Velük együtt erőt kapsz, hatalmas fényt, és ennek eredményeképpen mindannyian részt vehettek, integrálódhattok abba, amit a fény jelent. Tehát mindenek előtt hallgassátok meg a leckét. Nem az a lényeg, hogy mit értetek belőle, hanem infúziót kaptok, belétek fog a fény, ereje injektálódni. El se hiszitek, belétek bújik. Anélkül is, hogy értenétek. Balaszulám tartvány még a nyelvet se értették magyarabb, amivel Balaszulám beszélt. Ő dzsidisül beszélt, és előre haladta. Láttátok volna, hogy ők hova jutottak el, milyen magasságok? El se hinnétek. Tehát, hogy felébresztétek a csoportot, mondja Rav. A legjobb dolog, ha meghallgatjátok a leckét. Amikor összekapcsolódtok egymás között, akkor hozzánk is kapcsolódtok. Amikor leültök aztán azokra az eseményekre, amiről beszéltünk, egyfajta találkozóra, közös étkezésre, bármire, akkor ezen a módon segíteni fogjátok egymást. Ez így működik. Tehát ti ugyanazokat a szavakat halljátok, bárhova helyöttök. Én 10 éven keresztül ugyanazt fogom nektek mondani. De az, hogy a szívetekben megzendüljön ez a történet. Tehát én most már nem is leckét adok nektek, mint tanítványoknak, hanem eljöttök, hogy meghallgassátok valamit, amit alkalmaznotok kell. Mert ha nem alkalmazzátok, mondja rá, akkor az olyan, mintha semmit sem hallottatok volna. Én ugyanazokat a kérdéseket hallom, ismétlem magam, ugyanazokat a problémákat, hogy kapcsolódjak a csoporthoz, a csoport nem ébreszt fel engem,
mi képtelenek vagyunk, mi nem tesszük, mi nem gyűlünk össze, így tovább. De erre nekem nincs válaszom. Nekem a válaszom, amit tudok nektek mondani, hogy minek kellene történnie. Mert bármilyen probléma jön, bárhonnan jön, nektek el kell kezdeni megérteni, hogy nincs más választásotok, mint hogy leültök együtt, és a bajok felett összeölelkeztek. És ott lesz a megoldás. Ezért mostantól kezdve, mondja Rav, nektek egy döntést kell meghozni. El kell döntenetek, hogy bármi is történik, bármikor is találkoztok, bármilyen módon, és bárhol, annak az érdekében kellene történnie, hogy a kapcsolatotokat erősítsétek. Hazamentek a kongresszusról, ugyanennek kell történnie a csoportokban. Én csak azért jövök, hogy a felső világok nevében emlékeztesselek benneteket. Hogy fölé kell emelkednetek a gonoszságnak, ami eltávolít benneteket, és akkor növekedni fogtok. Az egót alul kell hagyni, és a kapcsolat fölé kell emelkednetek, és akkor képesek lesztek felfedezni a felső világokat. És nem szabad csalódottnak érezni magatokat, mert mindenkiben ott a szikra, ami fejlődhet. Különben felülről nem lettetek volna idehozva. Mindenki fontos, mondja, mindenki itt ül. Egy hatalmas potenciál. És csak fejlődnötök kell ezt a pontot, ami a szívetekben van, a szívben lévő pontot. Következő kérdés. Hát nem is tudnak mit mondani. Nehéz kérdezni. Hello, Rav. Én egyedül élek. Nincs csoportom. Nagyon nehéz a számomra helyről helyre mozognom, mivel a pénzügyi helyzetem sem jó. Ezért fogalmam sincs, milyen fizikailag összekapcsolódni emberekkel. Egyedül vagyok, mert ilyen helyzetben van. Tehát 2-3 hónapban tudok találkozni egyszer. Ennyi az, amit tudok tenni. A csoport, mondja, az embereket jelent, akivel együtt tanulsz. Tehát én a virtuális csoportos gondolok, ez az a hely, ami megadhatja neked az életet és az erőt. Tehát neked nem kell átmenni másik helyre, ha nem tudsz átmenni. Nem, mondja a srác. Valóban nem tudok elköltözni. Mert akkor nem tudnék, nem tudnák munkát találni. Oké, akkor legalább a leckéken velünk vagy, nem? Igen. És érzed, mondja Rav, hogy te vágysz a csoportra? Igen, mondja a srác. Én érzem ezt a kapcsolatot, és nagyon szeretnék kapcsolódni. De nekem hiányzik a kapcsolatom a barátokkal, és ez fáj nekem. Milyen gyakran tudsz te egy csoporthoz eljutni, amely a legközelebbi városban van, mondjuk, amit el tudsz érni? Egyszer kétszer egy hónapba jöttök jönni. Ez elég, magyar. Ha te hozzánk tudsz kapcsolódni, a leckénkhez minden nap, és a csoportunkhoz kapcsolódsz a workshopokon, virtuálisan, és mondjuk két havonta eljössz ehhez a csodálatos csoporthoz, az elég. Az elegendő és hozzánk tartozó.
És biztos vagyok, hogy találkozni fogunk, és te nőni fogsz. Növekedni fogsz. Kedvesen. Ani lo mihalek, el tisztaklu alaj, ani lo mihalek mikrofon. Ne rám nézzetek, magyarok. Én nekem nincs jogom a mikrofont osztogatni. Ő a hibás, mutatja a sapkás ember. Tehát ő dönti, hogy ki beszélhet. Folytassuk a barátok kérdését folytatva, mondja a srác, valóban. Szerencsénk vagyunk, mert sok új tanulónk van a kongresszuson is. És egész Latin-Amerikából, tehát Dél- és Közép-Amerikából a férfi részvétel, az új barátok részvétel a fiatal csoportokban elkezdett megnőni. Egy virtuális közösséget kezdtünk el létrehozni. Megjelent a virtuális társadalom, amelyben keresztül a fiatal csoportot építhetjük. Tehát, mondja a srác, mi a különleges tanácsa nekünk, amivel valóban a virtuális közösségből egy csodálatos, valódi közösséget építhetünk. Rav. Látod, ez a jó kérdés. Ezt tanuljátok meg. Ez a minta. És ugyanakkor viszont azt is meg kell mondjam, ez az, amire nem tudok válaszolni. Az embereknek meg kell érteni, hogy egyszerűen mindenkinek a másikat kell felébreszteni. Neked egy embert meg kell mentened. Tehát van 10-15 ember körülötted, és én egy vagyok köztük. Nekem kapcsolódni kell mindenkihez, nekem fel kell ébreszteni mindenkit, akit csak tudok, mintha én lennék az egyetlen az életben, aki akarja a spiritualitást, és ők pedig, ők nem törődnek ezzel, és halottak. Alig tudom őket megmozdítani. Hívom őket, rángatom őket, rázogatom őket, elmondom, hogy mi történik, hogy halljátok, amit mond a rab, hogy találkoznunk kell, ezt kell tennünk, vagy azt kell tennünk. Tehát egy percre sem lehet megpihenni. És őket se lehet békén hagyni, mondja rab. Nem hagyhatjátok békén egymást. Ez mind a nőkre, mind a férfiakra nagyon igaz. És ezáltal segíthettek magatoknak. És ezek a felébresztések azok, amelyeket fent kell tartani, így kell érezzetek magatokat, hogy valóban fűtitek a csoportot, ti vagytok az erő. És napközben is fenn kell tartani ezt. Tehát én fenntartom a saját ébresztésemet és a másikét, és mindenki így gondolja. De hogyha egyedül ülök, mondja Rav, és én nem teszek semmit. Én azt látom, hogy senki nem akar engem hívni, megsértődöm, én se hívok senkit. Már nem is keresnek. Közben elmennek a hetek, a hónapok, és nem veszem észre, hogy a klipák lerántottak. És nem veszem észre, hogy nincs eredmény. Ezért mondjuk azt, hogy tilos várni. Nincs idő várni. Az embernek a csoport élére kell képzelnie magát a felébresztésben. Még ha gyűlölnek is, én vagyok felelős mindenki felébresztéséért. És biztosnak kell lennem, hogy ezáltal én is és ő is elérjük a spiritualitást. Na, még egy kérdés, mondja rá. Gyanítom, hogy perceken belül workshopolni fogunk. És értelmezik a mexikói időszámítás rejtelmeit. Az nathil rejvel itt is. Lololol, jes od zman. Jes od zman. Ott hát is. Nekünk van még időnk, magyarabb. Na, mi van, egy fél óránk? Nem tudom mire, gondolom a kérdések most fontosabbak neki. Jobban érez bennünket, mint mi meg saját magunkat, az a baj. Tehát rajta.
Ki kérdez? Jó reggelt, Rav! Jó reggelt mindenkinek! Én azt látom, hogy az izraeliek ugye korán reggel tanulnak, a saját idejükben természetesen. Én pedig egy szokást vettem fel, hogy a csoporttal is korán reggel nézzük meg a leckét. A kérdésem tehát az, hogy mi a fontosabb? Együtt lenni a leckén az izraeli csoporton, élőben, ami ugye Izraelben, illetve bocsánat, Guadalajarában mondjuk sokkal korábban van, előző este. Tehát még egyszer, vagy egyedül nézed a leckét, de élőben velünk, vagy... De akkor ugyanakkor, mint Izrael, vagy én ugyanazt a leckét nézem, más időben, felvételről, de az én virtuális barátaimmal. Ugye? Ez a kérdés, nem? Akkor is egyedül vagyok. Na, akkor is egyedül vagy. Hát akkor inkább velünk néz, mondja. Ja, mennyi csoportom. Tehát vagy élőben nézed a leckét egyedül, vagy a leckét felvételre nézed, de szintén egyedül. Természetesen az élő lecke az fontosabb, főleg egyedül vagy. De, hogyha van egy csoportod, és mindannyian együtt nézitek a felvételre leckét, nem élőben, én nézhetem az élő leckét, de egyedül, akkor jobb, ha a csoportban nézitek együtt. Más kérdés? Buenos días, Rav. Chileből jöttem. Én a Santiago chilei csoporthoz tartozom. Kétszer találkozunk egy héten. Egyébként pedig Kabbala könyvekből tanulok, de azt akartam pont kérdezni, hogy szükséges-e akkor is összekapcsolódnunk a tanulói, tehát virtuálisan. Hogy a csoporttal légyék kapcsolatban, bármilyen csoporttal, az a legfontosabb dolog. Nyilvánvalóan neked a csoportba kell lenni, össze kell kapcsolódnod, azt kell érezned, hogy... mindenféle argumentum és vitapont nélkül kell összekapcsolódnod. Hogy csoportban legyetek kapcsolatban, ez nagyon fontos. Az összes többi időben pedig, amit a csoport tesz, hogyha nem is kapcsoltak össze, akkor mindenki nézheti a leckét, akár egyedül is. De valójában miért ne tudnátok ugyanakkor is összekapcsolódni? Tehát ha nem egyszerre nézitek, akkor is a te idődben nézed, mondjuk felvételről nézed a leckét, de ha abban a keretmunkában vagy, hogy 24 órában megnézed, ahol nagyon sok ember nézi a világon bárhol, bele vagy integrálva ebben. Nincs olyan pontja a világnak, hogy ne pont veled együtt nyitnák ki a leckét. Ezt kell elképzelned. Egy olyan szellemiséget kell elképzelned, ahol sok emberrel vagy együtt. Nyilvánvalóan az én leckéimet, mondjuk 300 férfi néző és 50 nő egy másik terembe. Tehát a fizikai leckéről beszélek, a Pete Tikvában. Ezen túlmenően az országban és az egész világon, tehát Izraelen belül és az egész világon pedig hatalmas impressziókat kaphatsz a többi, több ezer embertől, akik hozzánk kapcsolódnak. És nyilvánvalóan azokon az emberek, akik kapcsolatban vannak velük, nem is ismered őket, mert a benyomásokat kaphat. És meg kell próbálni érezni őket, hogy hány ember hatalmas vágya irányul ugyanarra. És ezzel egy spirituális edényt építünk együtt. Röviden, mondja Rav. Meg kell próbálni minden körülmények között érezni ezt. Rav. Jó reggelt. A tízes körben való kapcsolatban megpróbáljuk megérteni, hogy
hogy még a napi életünkben is megtaláljuk a kapcsolatot egymással. Olyan emberekkel is vagyunk azon a kapcsolatban, akiknek nincs szívvel lévő pontja. Mi a munkánk velük, és hogyan kell nekünk viselkedni, és mi a velük való kapcsolatunk. Tehát mi emberekkel kapcsolódunk, hogy találkozunk napi szinten. Neked van családod? Feleséged, rokonaid, gyerekeid? Akkor megkérdezem tőle, hogy idegenekkel megszoktál mindent beszélni, ami a családoddal történik? No. Hát nem, mondja Rab. Na se vártam el. Hát logikus. Ugyanezt történik itt is. Ez a dolog az, amit a szíved mélyéről kell megtenni. A te belső kutatásod mélyéről. A te családod ebben az esetben, mondja Rab, az összes ember, az egész világon, akik ugyanarra a dologra törekednek, mint te, hogy felfedezzék a spirituális világot, a teremtőt. És velük együtt képes lehetsz kinyitni valamit, feltárni valamit. De a többi emberrel, akiknek nincs szívvel pontjuk, nem ugyanaz a célod, nem ugyanaz az érdeklődésed. Nem is érdekli őket, amit itt erőlködsz velünk. Ezért jobb, ha nem beszélsz senkinek, akiben nincs ez a fajta törekvés. Arról, hogy mi mit csinálunk. Ha te látod, mondja, hogy valaki, mintha érdeklődne, akkor adj neki egy kicsi könyvecskét a könyveink közül. Olvassa el. És ne is mondj semmit. Hogyha érdekli, akkor visszatér hozzád, és azt fogja mondani, hogy érdekel engem. Ha igen, akkor azt neki még egyet. És aztán elmondja, hogy hol lehet leckéket nézni, hol lehet kabalát tanulni. De ne próbáld meg kinyitni a szívét. Az nem a te dolgod. És a saját szívedet sem nyisd ki neki. Hello, Rav. Én emlékszem, hogy a kongresszus előtt, amikor Arava volt, a nagy kongresszus gondolom, mert akkor volt Arava, ön adott egy a nőknek, egy a nyelvnek és a szemnek szóló szövetséget, erre hívott bennünket, és az a feladat, amit adott nekünk, ugyan arról szólt, hogy mit nézzünk meg, mint nők, és mit nézzenek meg rajtunk, mint nőkön, és hogy mennyire pletykáljuk, vagy ne, ugye, ez volt az a feladat, ha emlékszünk rá, ami nagyon nehéz egyébként. Ez valami, valóban egy feladat volt, ami megpróbáltunk annak érdekében, hogy az érzékenységünket mások irányába felemeljük, megnöveljük. És ha nekem nincsenek meg a belső impresszióim, benyomásaim, sem a halláson, sem a látáson keresztül, akkor én le vagyok válva a világról. Tehát, hogyha valóban még a szaglásom és a egyéb tapintásom és a többi érzékszervem is ki van kapcsolva, akkor nem érzek ebben a világban semmit. Fogalmam sincs, hogy mi történik. És hogyha egy ember ezen a módon megérzi a valóságnak a működését, akkor őrülté válik, mivel elkezdeti elveszíteni a létezésnek az érzését. És a teljes valósága a környezettől függ. Tehát, ha ahelyett, hogy leváljuk ezt az ember erről a világról, akkor ezt megteheti, de csak akkornak a függvényében, hogyha a többiekre érzékenyé válik, hogy meghallja a barátait, hogy lássa a barátai gondolatait, hogy láthassa, amit ők látnak. És
és ne a saját maga vízióit kezdje el meglátni, meghallani, és kitapintani. Hogy ez hogyan létezhet, hogyan lehet ezt elérni? Ez a fajta feladat, amit gyakorolni kell, ez csak azt mutatta meg nekünk, amikor ezt a feladat adtam nektek, hogy milyen mértékben függünk a környezetünktől, és mennyire a környezet adja nekünk a benyomásaink. És annak érdekében, hogy egy másik környezetbe tudjunk felemelkedni, nekünk a barátokkal kell kapcsolatra lépni, és rajtuk keresztül kell a felső világot érzékelni. És a felső világ az nem érhető el a jelenlegi öt érzékszervemmel. Ez kizárólag azzal feltétellel fedezhető fel, hogy én kilépek önmagamból. És kin keresztül tudok kilépni, és hova lépek ki? A barátaimba. És őket kezdem el érzékelni, azaz az egóm belül, amely még gravitációban rántana engem, ott marad, rárakok egy szűrőt, megjelenik a visszavert fény, amit én a barátok irányában mutatok fel, hogy kilépek önmagamból, és őket akarom érzékelni, és akkor spirituális edényt építek fel a visszavert fényből, ahogy azt tanuljuk a kabbalában, és elkezdem a spirituális világot érzékelni ezáltal, ebben az edényben. Így épül az edény. Ez része volt a feladatnak, és ezt egy csoportban próbáltuk elkövetni. Tehát mindenki megszorítja az egóját, és összekapcsoljuk másokkal. Így építjük az edényt, a vágyat. A megszorítás a vágy felett van, jön a szűrő, amely által összekapcsolódok másokkal, van az orrhozer, a visszavert fény, amely a másokra irányuló hozzáállásom, és az orrhozer, a visszavert fény, az ráöltözik a felső világok fényére, ez a spiritás edényé válik, és ebben tudunk létezni, és egy végtelen világot látunk meg. Ez nem egyszerű, de így működik. Hola, querido Rab. Mi pregunta es, usted nos ha dicho que todo depende de la decena de nuestra. Hello, kedves Rab, a kérdésem. Ön azt mondta, hogy minden a tízes körtől függ, a tízes körben lévő kapcsolattól, és nekünk úgy kell látni, nekünk a valóságot a tízes körön keresztül kell látni. Mit jelent az, hogy minden a tízes körben függ, és mit jelent az, hogy a valóságot a tízes körön keresztül kell látni? Mi a tízes körtől függünk, ez azt jelenti, hogyha én a tízes körhöz kapcsolódok, vagy másik kilencemben, akkor amikor mi összekapcsolódunk viszonosságban egymás között, akkor egyetlen edényt építünk ki, a kölcsönösség edényét, ahol a tíz ember helyett egyetlen darabbá válunk, egyetlen hatalmas kapcsolattá, és ezen keresztül kaphatok benyomásokat a felső világtól. Tehát annak érdekében, hogy össze tudjunk kapcsolódni mindannyiunknak, lent kell hagyni az egóját, fölé kell emelkedni, fölé össze kell kapcsolódni a többiekkel, és így kell kiépíteni egy viszonossági kapcsolatot. Az intenzitásnak megfelelően, ami a kapcsolatban emelkedik fel, kell megéreznünk a konfigurációját mindennek, és a felső fény megjelenése a nagyon fontos, hogy a hálózat önmagában a fényt adja meg, amely feltárul, és ezt hívjuk felső világnak. Ez így működik. Hogyha nem a tízes kör, vagy ne tíz legyen, lehet öt, hét, mindegy mennyi,
De hogyha nincs ez meg, ahol a tízes kör szabályai alapján kapcsolódok emberekkel, akkor nincs edény. Ken, köszönöm. Következő kérdés. Mester, így hívják egyébként Ravot. Mester, a kapcsolat. Megpróbálom megérteni. Tehát az utolsó kongresszuson voltam először, egy büdös szót sem értettem. Viszont lassan elkezdtem megérteni a legfontosabbat, a kapcsolatot. Tehát még a taxi sofőrrel is megpróbálom beszélni erről. Elvitt engem valahova. És aztán rájöttem, nem is ismerem. Ugyanezt, de mégis beszéltem neki valamiről, ami nagyon fontos volt a számomra. Így kell nekem a világhoz is kapcsolódni? Így kell megéreznem, hogy már a nevét nem is tudom, de mégis a kapcsolat fontossá válik másokkal? Kétfajta kapcsolat van, mondja rá. Van egyfajta kapcsolat, ami szociális kapcsolat emberek között, ahol összekapcsolódunk egymással, mivel mi emberek vagyunk, jó, ha megpróbálunk összekapcsolódni, mennyire csak lehetséges. Ez egyfajta kommunikációt jelent. A spirituális kapcsolat az valami más, ez egy teljesen más erő. A spirituális kapcsolat, mondja Lajtman, az valami, amivel összekapcsolódunk, és csak annak érdekében történik, hogy felfedezzük a spirituális világokat. És akkor másképp kell összekapcsolódnunk. Viszonossági adakozásban kell lennünk, azáltal, hogy egy különleges kapcsolatot építünk ki egymással. Különleges törvények mentén, mivel a kapcsolat, amit építünk egymás között, az a természetünkből származik, amiben nem fogunk többet megragadni, mint amit ma képesek vagyunk a kapnakarásunkból. Ez nem lesz egyszerű. Hogyha, és hogyha nem jutunk túl a természetünkön, egy kicsit jobban érezhetjük magunkat, de ennyi nem lesz több. A spirituális kapcsolat érdekében tudnunk kell, amit ma nem tudunk, hogy emberek, akik már elérték a spirituális világokat, ők elmondták nekünk, hogy hogyan kell összekapcsolódnunk itt lent, annak érdekében, hogy felfedezzük azt, amit ők felfedeztek ott fent. De magunk által nem tudjuk megismerni ezeket a törvényeket, és ezért kell tanulnunk, hogy mi ez a különleges módszer, ahol egy természeti erőt, akár egy mesterséges módon is el tudunk érni annak érdekében, hogy felfedezzük a felső világot. Ezért kell tanulnunk. És akkor felfedezhetjük, hogy csak az emberekkel, akik a csoporthoz tartoznak, azaz, akik el akarják érni ezt a különleges kapcsolati erőt annak érdekében, hogy felfedezzék a felső világot, csak ezeknek lehetséges összekapcsolni. Tehát sem a taxisofőr, sem más emberrel nem lesz könnyű ezt megtenni, csak azokkal az emberekkel, akiknek megvan az a szándékuk, az irányultságuk, akik akarják a teremtőt felfedezni.
Na, még egy-két kérdés, és aztán szerintem vagyok sopolni fogunk egy kicsit. Buenos días, Rav. Ez jó reggelt, Rav. Ugye reggel van Mexikóban. A kérdés... Amikor mi egy edényt építünk, honnan kell tudnunk? Hogy az érzelmeinket táplálkozik, vagy az értelmünkből? Hogy tudjuk megkülönböztetni ezt? Én még mindig nem tudom megkülönböztetni, ezt mondja Raff, pedig már néhány éve tanulom. Tehát, hogy hogyan tudom én megvizsgálni a valóságot, a barátokat, a kapcsolatot, értelemmel vagy szívvel. Tudom, hogy kéne, de nem könnyű ez. Az ember, aki ebben a világban él, nem kell, hogy nagy pszichológus legyen, aki mindent tud, hiszen senki nem tud semmit. Tehát valójában senki nem tud semmit. Ez majd később jön el még. Az összes dolog, amit mi valóban szeretnénk megérteni, érezni, vagy bárhol, ahol tartunk, mindezek a dolgok, ezek a reformáló fényeredményei. Nincs idő meg pont arra, hogy várjunk, amíg csak úgy magától az ölünkbe hullik minden. Nekünk az a pont is hiányzik, hogy képesek legyünk olyan könyvet írni, amire minden majd leír, elolvassuk, és mindent érteni fogunk. Tehát nyilvánvalóan a könyvekben ezt nem fogjuk megtalálni, higgyetek nekem, magyarab. Hát minden cikket elolvastam ezerszer, magyarab. Minden cikket, amelyet válaszolám, és a nagy kabalisták írtak a könyveinkben, és amit Rabas írt, nem segít. Egyik cikk sem, önmagában. Mert az edény, amivel érzékeled a cikket, az a személyes edényed, annak meg kell újulnia. És csak a reformáló fény, itt mondtak egy Héber mondatot, tudja fejleszteni az edény. És akkor ez úgy fog működni, ahol erőfeszítést tudunk tenni a barátok, nem is Héber volt, hanem Arám. Tehát egy új edény épül ki ilyen módon a köztünk lévő kapcsolatban. És akkor ez az edény egy benyomást ad nekem a felső világokról, és akkor elkezdem megérteni, hogy miről szól a könyv egyáltalán. Ezt nevezzük elérésnek a spiritualitásban. És anélkül, hogy én meg ne tenném ezt az erőfeszítést, anélkül nem tudok új spirituális edényt építeni a kapcsolatban, és egy szót sem értek abból, ami le van ide írva. Tehát lehet, hogy kívülről tudom a szövegeket. Így működik ez. Hello, Rav. A kérdésem, hogy a kongresszusokon általában a kérdések és a válaszok másképp érintenek meg, mert amikor nem vagyok kongresszuson, mondja a hölgy, ön azt szokta ajánlani, hogy nézzük meg a videóklipeket, nézzük meg az archívumot, vagy az előző leckéket. Hát most nem teljesen értettem ezt a kérdést. A őse. Tehát Rav Lajtman is azt mondta, hogy nem értem a kérdést. Ezt én sem értettem. Másképp fogom feltenni a kérdést, mondja a hölgy. Tehát... Az interneten minden lecke fel van, archívumban. Hogyha nekem kérdésem van, a családról, vagy bármi másról. Tehát hogy tegyen föl? Itt föltöntem neked. Na, már értem. Tehát nem tudja föltöntem a kérdéseit, akkor mit tegyen hétközben, amikor nincs kongresszus? Én a leckéimet az utolsó 15 évben rögzítettük, az összes leckét, videón és audión. Ezen túlmenően van
600 beszélgetés az új élet, a Hihadashim. Ezek valóban különböző témákban történik, a közösségről, az életről. Ezen túlmenően vannak beszélgetések, melyek a kabbalisták írták címmel, a kabbaláról szólnak, de ez mind az archívumban van, irgalmatlan mennyiségű anyag. A kérdés az, mondja, hogy mennyi ideje van az embernek, hogy figyeljen ezekre a leckékre, ezekre a beszélgetésekre. Hogyha van időtök, próbáljátok meg legalább egy részét megnézni a mai leckéknek is. Vagy napi leckéknek, bocsánat, mondjuk a déli leckének a harmadik részét, amely általában egyszerűbb, az a legkönnyebben felfogható része a napi leckének. És próbáljátok meg közben kapcsolatban lenni a többiekkel. Ugye három része van a reggeli leckének. Ezek nem csak ilyen üres blablák, hanem valóban inspirációt tartalmaznak, mindegy irányba mutat. A kérdések is, és a válaszok is a leckéken. Ezt ajánlom neked. Menj el az archívumhoz, de nyilvánvalóan, ha valamit tudni akarsz, akkor tudnod kell, hogy mit akarsz keresni. Írhatsz kérdést, amire nekünk aztán talán arra választ is tudunk adni. Ami igazából a szívedet bántja, írd meg nekünk. Miért mondom azt, hogy az archívum ott van a rendelkezésetekre áll? Hát van ottan 15 ezer órányi anyag, mondja Rav, 15 ezer óra. Nem is tudsz mindent meghallgatni, az életed végéig hallgatnád sem. Tehát ha akarod, ha igazán el akarod érni, hogy miről beszélünk, akkor neked kapcsolódni kell más emberekkel, helyes módon. Ez nem arról szól, hogy hány évig tanultál, hány órát tanultál. Ez annak a kérdése, mondja Rav, hogy mennyire építettél föl önmagadban azt a közösséget, ahhoz a tartozol, azt a fajta vágyódást, hogy velük együtt érd el a célt, és ezen a környezeten belül felépítsd együtt velük azt az áramlást, amiben együtt áramolsz velük. Ne egyre több és több erőt érzel, amely erre arra gravitál téged, majd az életedben, a kapcsolaton túlmenően, amit a barátokkal kiépítesz, különböző dolgokat fogsz megragadni, de tudnod kell, hogy a kapcsolaton túl semmi más nem fog segíteni, csak ez visszateremtő felé. Amikor ön nincs itt, és nincs kongresszus, akkor mi a legjobb hely, ahol válaszokat tudunk kapni? A kérdéseinkre kérdezte Gilkedem. Ő, ugye Gilkedem Izraelből. Hát attól függ, milyen fajta kérdés van. Itt minden kérdésre megválaszolok, de én azt ajánlom nektek, mondja Rav, hogy újra és újra nézzetek a kongresszusi anyagokat, ezt a kongresszust, aztán a követeljövő kongresszusait, a New Yorki, és az előző kongresszust. Én nem tudom, hogy választ kaptok-e minden kérdésre, de pontosan hol van az a hely, ahol választ kap, írhattok mindenféle kérdéseket. Az élő leckén van ilyen blogere. És a blog?
Lehet. Atem yodot ma? Tikhtivu li norma. Ott mindenféle témák vannak. Ugye, Norma? Ugye, ő írja amerikán blogot, azért mondták. Tehát, mivel nagyon komoly kérdések bukanak fel, és nagyon komoly kérdéseket ad át nekem, az amerikai blog nagyon kemény, ezt tanúsíthatom. Tehát, ugye itt most a különösen a spanyolul beszélő csoportról beszélünk. Az igazság az, hogy amikor összekapcsolódunk másokkal, akkor edényt építünk, edény, és ebben az edényben felfedezhetjük a fény, ami választ ad nekünk sok mindenre. De itt, amikor én csak hallok valakit, mondja rá, ez nem segít semmi. Tapasztalatból mondhatom nektek, hogyha én tanultam is a tanítomtól, aki a legnagyszerűbb tanító volt a világon, az semmi ahhoz képest, ahogy ma tanulunk mi. Én rengeteg mindent tanultam tőle, azonban a fejlődésnek az eredménye az volt, hogy én mit tártam föl magamban a vele való kapcsolatomban. És ezt kell nektek is tenni igazából, nem azt kell keresni, hogy mit tudok elmagyarázni. Utolsó kérdés? Viendo la progresión que hemos dado desde los últimos días hasta... Jó reggelt, Rav! ¿Cómo podemos definir la vista? Mi azt látjuk, hogy a... Para hoy y ahora entrando en el taller. Mi látjuk a fejlődést, és hogyan tudjuk... ¿Cómo debemos, dirigir... Tehát mit kell élnünk a workshopokon? Hogy kell erre a pontra fókuszálni? A lényegre, bocsánat. A mi utunk, a módszerünk az egyszerű. A kezdetekben egészen az elejétől a teremtés végéig a teljes evolúció, a spiritus edényfejlődéséről szól. Tehát először a fizikai edényűlétre, amely a testet képes megtartani, a mi világunk, ásványi növényi, állati szintjei, beszélő szintjei, és aztán pedig belépünk a spirituális edényfejlődésének a szintjére. A rendszer önmagában az viszonylag egyszerűen működik, az, ahogy működik, az is viszonylag világos, tehát van a kapni akarás, amely fejlődik a felső fény segítségével, ragyog ránk, két részben nyilvánul meg, a fény és a vágy képében, és ezek együtt fejlődnek egy különleges formula mentén. Ez a fejlődésnek a képlet egy bizonyos pontig, és egy bizonyos ponttól a vágy, a racon akkor nevezhető Ádámnak, embernek, igazi embernek ebben a világban. Itt egy belső edény jelenik meg, amit Ádámnak nevezünk, és egy külső edény, amit ennek a világnak nevezünk. És ők elkezdenek úgy fejlődni, aminek eredményeképpen az ember személyesen kezd el részt venni a saját fejlődésében, azaz az embernek megjelenik a lehetőség az életében, a képesség, a lehetőség arra, hogy felgyorsítsa a saját fejlődését. És ez a fejlődés, ahogy megkezdődik, ez egy erő, amelyet hátulról kap meg, amely állandóan felgyorsítja ezt, egy különleges vágyat ad, amely fontos, és az embernek ebben a világban ki kell tudnia fejlesztenie azt, hogy önmagát hogy tudja előrefele nyomni, és ez az, ami valójában a kabala bölcsessége, ez, amit a kabala bölcsessége megad nekünk, hogy a fejlődés maga az állapotok irányában a fejlődés, ahol a teljes valóság az egyé válik, ahol
ahol a kapni akarás, amely meg lett teremtve, formaegyedést épít ki a fénnyel. Azaz a kapni akarás magára veszi az adakozás formáját, hogy a fényhez hasonlóvá váljon, azáltal, hogy összetapad a fénnyel. És hogyha mi ennek az irányába haladunk, akkor gyorsabban fogunk fejlődni, és a hiány, amely hátulról üldöz bennünket, akkor egy helyes módon való fejlődést tesz majd lehetővé. Soha nem fogunk rosszat érezni, ha így tudnánk előreadni. Hogyha megállunk ezen az úton, akkor azonnal jön a kényszerítő erő, amely kötelez bennünket az előreadásra. Mivel nekünk látni kell azt a végső pontot, amelyhez el kell jutnunk, vagy a fejlődő erő segítségével, tehát amely kényszerít bennünket, hogy valóban magunkra vonjuk a jót, hogy láthassuk a végső pontot, a kapcsolat végső pontját mindenkivel együtt. Ezért, amennyiben mi magunkra tudjuk vonni, mert ha nem is mindenkinek van kapcsolatot, mert az túl nagy lenne, ezért a kapcsolaták azt ajánlották, hogy vegyetek egy kicsi csoportot, egy kis modellt, amely a végső modellhez, a végső állapothoz lesz hasonló, hogy valamilyen módon ugyanabban a feltételrendszerben éljünk, mint az utolsó generáció. Az utolsó korrigált generáció. Tehát a kis csoport, a közösség minél jobban meg elkezd összekapcsolni ezen a módon, kezdheti el érezni ezt a végső állapotot és pontot. És valóban elérhetjük ezt. Minden csak tőletek függ. Valósítsátok meg. Ez az, amire mi tanítunk benneteket a Kabbala bölcsességén belül. És nagyon sok csoport volt a történelemben, akik összekapcsolódtak és megvalósították ezt. És akkor leírták nekünk az eredményt. És most pedig egy nagyon egyedi állapotban vagyunk, az emberiség valóban csalódott mindenféle fejlődési lehetőségben, az emberek csak fogalmuk sincs, hogy mit kezdenek magukkal. Van a kötelező erő, amely ott lig a nyomunkban, amely nyomás alá helyez bennünket, hogy mennyire nem helyes, ahogy el vagyunk rendezve. Mert ez az erő azon dolgozik, hogy mi összekapcsolódjunk, de nem tudjuk megtenni. Tehát mint egy kis falu, az integrált világa egy kis falunak, azonban mégis képtelenek vagyunk ezt megtenni. És az egyetlen dolog pont ez, ami hiányzik, a kapcsolat. Tehát valósítsuk ezt meg, jöjjünk rá, és legyünk az egész világ számára példa. Tehát csak egy erős csoport lehet az, amely képes ezt alkalmazni egy jó és helyes kapcsolati módban. Hogy építsük fel a helyes erőt, a korrigált valóságot, és ehhez semmi másra nincs szükségünk, mint erre. Ez egyetlen dolog, amire szükségünk van. Nekünk kapcsolódni kell, és el kell jutatni önmagunkat abba az állapotba, ahol érezhetjük az Ein Sof világát, a végtelenség erejét, a végtelen erőt és fényt, mindent, ami történik, és hogy minden, ami kezünkben van.